Utána cserélünk, csak aztán azt mondtam, hogy szerintem nem, lehet, hogy nem lesz jobb. Nagy ciki. És 60 fölött már ilyen is kell, készülj föl. Tisztelt egybegyűltek, barátok, szomszédok. Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy barátunk, szomszédunk, a hűséges férj, termékeny apa, Barcsik Géza, festő, mázoló, grafikus, szobrász, fotóművész életének 50. évében, hosszantartó szenvedély után úgy döntött, folytatja. És neki lát a következő 50 évnek. Ezekben a megrendült percekben, miután Gézát hallottuk zongorázni, szeretnék emlékezni a művészre,
akinek kacskaringós életútja végül is elvezette ehhez az öreg Fender zongorához. Géza sem ecsettel a kezében jött a világra, Győrött, ahol először a biológia érdekelte, majd a képzőművészet, miközben rájött, hogy a fekete-fehér billentyűk sem közömbösek számára, és titokban, hogy még szinte szülei se tudták, felszökött néha Pestre, hogy jazz tanuljon Binder Károlytól. És ez jó alkalom volt arra is, hogy fejlessze angol nyelvtudását, akkor tanulta meg egy életre, hogy mi a present perfect. I have been there. Én azt hiszem, Géza jól döntött, mikor sejtalkotó molekulák, lipidek, szénhidrátok, DNS kutatások helyett bakelit lemezek, később CD-k és könyvek borítóit tervezte. De mi zenészek egészen biztos jobban jártunk, mert olyan ember kezébe adtuk műveink vizuális becsomagolását, ahogy ő hívta, aki erről egyébként a következőt nyilatkozta. Sok izgalmas órát eltöltve zenéjükkel, az alkotások születésénél igyekeztem megérteni és erősíteni törekvéseiket, hangulataikat. Részese lettem annak a misztériumnak, amit úgy hívnak zene. Aki ismeri Parcsik Gézát, az tudja, hogy megszállott maximalista, tetőtől talpig művészember, aki ha még most is a biztos egzisztenciát jelentő reklámszakmában dolgozna, ahogy ezt 4 évig tette, régen, akkor nem kéne törni a fejét, hogy az egyre kisebb zsugorodó lemezkiadás és eladás miatt lassan kihalófélben lévő szakma egyik utolsó mohikánja miből fogja eltartani népes családját, vagy esetleg finanszírozni egy ilyen kiállítás költségeit. Pedig már így tudja, hogy a bevétel erősíti a szabályt. Én még emlékszem gyerekkoromból, milyen kincs volt a karácsonyfa alatt messzire világító Beatles, Rolling Stones, Bee Gees lemez, csodálatos, fantáziós borítója, majd később az MS Valéken Palmer Tarkus számú zseniális rajza, amit a honunk alá csapva csak azért rohangáltuk az utcán, hogy irigykedve lássák, nekünk ez is megvan. De idehaza sem vallottunk szégyent, remek zenészeink, dalaink mellett rendkívül tehetséges, zeneszerető és értő társaink voltak, akik segítettek kitalálni egy zenekar arculatát és jó fotókkal gyűjteni a rajongó lányok népes táborát, akik egy-egy személyes találkozáskor lehet, hogy csalódtak, mert csúnyábbak voltunk a borítóhoz képest, de akkor már késő volt. Ez alatt az 50 év alatt eljutottunk oda, hogy már a CD is nagynak bizonyul, úgyhogy azt ajánlom neked, kedves Géza, kezdj el foglalkozni pendrive festéssel, ami nem késő. Nem sokára ugyanis egy csipet fognak az agyunkba ültetni, ami azt a számot fogja lejátszani, amire éppen gondolunk. Ebből eleinte lesz egy kis zűrzavar, de akkor jönnek a modern biológusok, és rögtön kiderül, milyen jó, hogy tanultál egy másik szakmát. A minőség mellett azért a mennyiségről sem feledkezünk meg. A cirka 350 borító plakát készítése közepette Gézának volt ideje 4 jogutódnak átadni a stafétabotot. Igaz, az alkotóműhely csupán pár lépcsőfokra volt az alkotó hálószobától, de hát a sikerét mindenhol keményen meg kell dolgozni. A Barcsikok úgy tűnik örök költék a művészi géneket, Anna és Bogi már a YouTube-on bizonyítja énektudását, Lillát inkább a fotózás érdekli, Ákost is látják néha szaladgálni mikrofonnal a kezében. Igaz, neki egyelőre nehéz lesz befutni ezzel a névvel, de addigra az a másik már úgyis kultuszminiszter lesz. Végül nekrológomat zárva már csak egy kérésem lenne hozzád, Géza. Ígérd meg, ha 50 év múlva ugyanezen a színpadon fogsz állni, és esetleg nem én leszek, aki megnyitja a 100. kiállításodat, akkor eljátszod az angyallányt, vagy a tűzvarázsolt, a választásra átbízom. De az biztos, hogy figyelni foglak, úgyhogy légy szíves, gyakorolj. Isten éltesse sokat. Köszönöm.